Elérkeztünk az évnek ahhoz a szakaszához, amikor hamarosan kezdődik a vakáció, de előtte azonban még egy minden gyermek számára nagyon fontos esemény van hátra, és ez a ballagás. Attól függetlenül, hogy óvis vagy általános, vagy felsőbbiskolás ballagásról beszélünk, mindenkinek mindegyik mérföldkőnek számít a saját életében, és ezt bizony a családtagok, rokonok, barátok is szeretnék még emlékezetesebbé, színesebbé tenni. Miután a téma abszolút aktuális, megpróbáltunk most pár tippet adni, és körbenéztünk a Görgei utcai Magic World Party kellék és Party Dekor szaküzletben, milyen aktuális trendek vannak a ballagók részére, amivel meglephetjük őket, feldobhatjuk ajándékként az öltözéküket, csokrokat, vagy egyéb módon lephetjük meg őket. És láss csodát, még mi magunk is meglepődtünk, a sok lufi között bukkantunk például 3D-s ajándéktáskára, kitűzökre, és még vicces ballagás és szöveggel vagy figurával ellátott vászalagokra és nyakkendőkre is a legváltozatosabb formában. Ám az elején rögtön egy érdekes statisztikát hallottunk, de lehet, hogy csak azért, mert eddig nem néztünk szét eléggé. Vannak még ilyen nyakkendők, akkor vannak ezek a vászalagok, amik ugye itt vannak, amik népszerűek, de ugye 90%-ában lufit visznek, tehát 90%-ban inkább lufit, tehát gumilufi, fólialufi, inkább ezt. Akkor lássunk most ezekből egy gyors körképet, hogy miből is válogathatunk, és mi az, ami most trendi ballagásra a gyerekek körében, kezdjük a sort az óvis kedvencekkel. Hát ugye még elég nagyon népszerűek, ugye mindenféle mesefigurák, éppen aktuális mozikba, éppen menő animációs filmekben szereplők is, fórialéggömbök, vagy ilyen kis pálcálévő kis és levegős lufik, tehát ide inkább a hídomos lufikat szokták ugye általában az óvis ballagásokra is vinni, de főleg a ugye mesefigurásokat. Ami mindig ugye az autós, a pókemberes, a Angry Birds-ös, a Mici Mackos esetleg. Tehát ezek, amik mindig, amik ugye nagyon népszerűek. Elég egy apró tárgy, tudom, hogy ott lesz bennem minden vágy, ott hát ne vágy. A lányoknál ugye a hercegnős, a jégvarázsos, ami éppen aktuális, a póni is, tehát ilyen mindenféle ilyen állatok, cica, kutya, tehát mindenféle ilyen állatfigurás, amik nagyon népszerűek. A nagyobb a kedvence pedig nem véletlen, a Facebook, a Viber és a WhatsApp idején a hangulatjelekkel való csetelések aranykorában mi más is hódítana, mint a talársapkás, óriás smiley különféle variációi. Ja, ami általános lett a középiskolában nagyon népszerű, ez a smiley, tehát ez a kis mosolygós fólialéggömb, amelyik kis sapkája van, az van kisebb, nagyobb, tehát ilyen 45 centisben, de vannak ilyen egészen nagy, ilyen 70-90 centisekben, ezek amik igazán népszerűek voltak. Azonban, ha nem akarunk tömegajándékot, esetleg személyesebbre szabnánk azt, van megoldás. Vannak olyan speciális a fólialéggömbök, amire akár nevet is rá lehet írni, tehát azt szokták, hogy megszemélyisítik, tehát hogy nevet kérnek, hogy írjunk rá így fólialufikra, meg hát, hogy ezek a ballagási szallagok, azokat szokták. Mondjuk azok inkább idézetek vannak, de az is nagyon népszerű, hogy a fólialufira egy ilyen ballagási szallagot rákötünk, és akkor egy kicsit így személyesebb, illetve egy ballagásosabb. Újdonságot is ígértünk a ballagási kiegészítők közt, úgyhogy ez sem maradhat el. Ez pedig ebben az évben, e területen természetesen akár a hangulatjellel is kapható ballagási, komoly vagy vicces felirattal ellátott kitűző. Amik most újdonság, ilyen kitűzők, amikkel rajta van, hogy az évszám, az aktuális évszám, tehát van ilyen baglyos, smiley-s kivitelbe, azok elég népszerűek. Illetve hát a gumilufikban is, ugye a gumilufikban is vannak ballagásos lufik, ugye az örök smiley, ami az a mosolygós, az baglyos, akkor feliratosok, hogy ballagásodások szeretettel, ezek is nagyon népszerűek. És a végére még jöjjön egy kis extra igazgatónők és osztályfőnökök figyelem. Amit nagyon sokat vittünk most így ballagáskor, meg általában minden évben viszünk egy iskoláknak, egy lufi felengedésre, így osztályoknak, hogy minden diák kap egy lufit, és akkor azt felengedik. És hát ez nagyon népszerű most. Dekoráláshoz az inkább kevesebb van, tehát hogy a 80%-ban inkább ez a lufi felengedés, és akkor néha egy-két lufi virágot kiviszünk, ilyen levegős lufi virágot, ezt így kitesszük, de inkább a nagy többség az a lufi felengedés. Aminek látványa pedig igazán maradandó élmény lehet a diákoknak. Ehhez kapcsolódóan pedig még egy apró ötlet, hogy még meghittebb legyen. Sokfelé szokás, hogy a ballagok egy-egy kis cetlire név nélkül leírják titkos vágyukat, amit el szeretnének érni a jövőben, majd ezt összetekerve kiki saját léggömbjére ráköti, és így engedik fel az égbe saját kívánság léggömbjüket.